A megyei első osztályú csapatok számára kötelező a részvétel a Magyar Kupában, az alacsonyabb osztályú együttesek számára pedig ajánlja az indulást az MLS megyei igazgatósága. Két éve a Baktalórendháza, a legutóbbi szezonban pedig a Sényű menetelt hosszan a kupában, megmutatva magát az ország nyilvánosság előtt is. Ezúttal 16 megyebeli gárda vág neki a sorozatnak. Nálunk 15 megyei első osztályú csapat nevezett, ugye a 16. a Kisvárda Masztergut 2-es számú csapata, ők azért nem, mert egy sportegyesület csak egyszer jogosult nevezni a Magyar Kupába, és ugye a Kisvárdának az első csapata NB1-esként majd az országos főtáblán fog belépni. Egyetlen alacsonyabb osztályú csapat nevezett a Magyar Kupára idén, a rakamazi Spartakusz Ese. Ugye a rakamaziaknak azért hagyomány, hogy a kupába elég sokáig szoktak menetelni, és volt már nem egyszer rá példa, hogy az országos főtáblára is feljutottak, sőt ott komoly eredményeket értek el. Mivel 16 csapatunk jelentkezett erre a kupa szezonra, így a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságának értelmében 2 egyesületet tudunk feladni az országos főtáblára, ezért 3 fordulót kellett rendeznünk, hogy a 16 csapatból először 8, a 8-ból 4, majd a 4-ből ugye meglegyen az a 2 együttes, amely a szeptember 22-i országos főtáblára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét képviseli. Az első forduló párosítása a következő: Rakamaz Nyíggyulaj, Tarpa Gyulaháza, Vásáros Namény Balkány, Mándok Máté Szalka, Tiszakanyár Nagyecsed, Baktalórendháza Fehérgyarmat, Csenger Tiszavasvári és Nagyhalász Ibrány. A kupa hétvégét követően augusztus 11-12-én elkezdődnek a bajnoki küzdelmek is. A megyei első és másodosztály mezőnyében is történt változás az elmúlt napokban. Ezúttal nem csak megye hármas egyesületek léptek vissza a nevezés leadása után, hanem a Tuzsér révén egy megyei első osztályú csapat egészen pontosan visszakérte magát a megyei harmadosztályba, hiszen ott szinte mindenki eligazolt a megyei első osztályú keretből, és így nem tudták a megyei első osztályt bevállalni, tehát ők a megye három osztályba indulnak, míg a megye másodosztályú Tiszakúród viszont teljesen visszalépett, ők még a megyei harmadosztályba se tudnak elindulni. Ugye értelemszerűen a visszalépésnél, mivel van lehetőségünk egészen a bajnokság elkezdéséig feltölteni az osztályokat, ezt megpróbáltuk. A megyei első osztályban, mivel ugye 24 egyesületünk adott be amatőr licencet, még áprilisban, így értelemszerűen a feltöltési szabályzat figyelembevételével a feltöltésnél a következő csapatot kértük fel, ez pedig nem volt más, mint a Tiszakanyár együttese. Bár a szezon elrajtol, az átigazolási időszak csak augusztus 31-én zárul. Igaz, a játékosok ebben a hónapban már csak korábbi klubjuk hozzájárulásával cserélhetnek csapatot.